A mai epizódban a horvátországi Nyivicébe fogok ellátogatni, ami Krik-szigeten található. Autóval fogom megtenni ezt a távot, úgyhogy megmutatom nektek, mennyibe kerül az út oda-vissza, autópályamatricákkal mindennel együtt. Ez egy nagyon kedves kis halászfalu, úgyhogy nem túl széles a szórakozási lehetőségek tárháza, azonban nagyon kedves kis sétáló utcája van, én viszonylag sokat járok ide, megmutatom nektek az éttermeket, a sportolási lehetőségeket, a kirándulási lehetőségeket, bemutatok egy-két szállodát, hogyha valaki esetleg szállodába szeretne menni. Én most kivételesen apartmant választottam, mert ez pont a tengerparton van, nagyon szép kilátással az öbölre, majd meglátjátok, nagyon szép. Illetve mivel ugye apartmanba megyek, így természetesen el kell mennem bevásárolni, úgyhogy egy Lidlbe is be fogok térni, ott össze fogom hasonlítani az árakat a magyar árakkal, illetve remélem, hogy még nagyon sok szép dolgot fogok nektek mutatni ebbe a videóba, úgyhogy tartsatok velem! Meg is érkeztünk Horvátországba, hál' Istennek eltörölték már ugye a határ ellenőrzést, és le is bontották a határátkelőket, úgyhogy igazából megállás nélkül át lehetett jönni a határon, csak lassítani kellett egy picit. Ugye Horvátországban az autópálya az úgy fizetős, hogy nem matricarendszer van, hanem fizetőkapuk vannak. Hát igazából ennek most nem néztem utána, hogy mennyibe kerül idén, de nem szokott egy nagy összeg lenni, 6000 forintból le lehet körülbelül jutni. Na, akkor meg is érkeztünk a Krikvárosban található Lidlben. Ahogy látszik is, 541 km Budapesttől, 5,2 literes átlagfogyasztással, ez igazából, hogyha 500 forinttal számoljuk, vagy mondjuk 600-zal az üzemanyagot, akkor sem egy nagy összeg. Na most pedig lássuk akkor, hogy milyenek az árak a helyi Lidlben. Na, íme az árak. Egy kilóra mutatom, 1,60 €, 2,04 €, 2,63 €, 1,09 €, 90 €. Ezek mind egy kilóra vonatkoznak. Sok magvas, 2,13 € lenne, hogyha ma még kiélesedik. Az otthon is megtalálható csokikból itt is van. 2,49 €. A Ritter Sport 1,45 €. Az egyik kedvencem, ez nagyon finom ez a csoki, 2,12 €. Legutoljára otthon, amikor vettem, akkor azt hiszem ilyen 8-900 forint körül volt. Paradicsom 1,49 €. Megtaláltam az első terméket, ami drágább, mint otthon. Ezt a kávét szoktuk venni, ez 1400 forint körül van otthon, itt pedig 4,75 €. Azért persze megveszük, mert nem hoztunk magunkat természetesen. A kosárba került még két szörp, egyik 1,49 €, a másik pedig 2,12 €. Szénsavmentes ásványvíz, 76 cent darabja, illetve 7 literes ásványvíz, 1,45 €. Azért horváru terméket is lehet találni. 4 € a paprika. Hát szerintem otthon se olcsóban kell. Tényleg? Na majd megnézzük. Avokádó 74 cent darabja. Ott a mi barátok közt is 280 forint alatt van. És szép nagy. Felvágottak, szalámik,
Na szóval itt az a helyzet, na szóval az a helyzet állt fent, hogy a Lidl-ben közölték velünk, hogy nem lehet sajnos videózni, úgyhogy ezért is állt meg a felvétel. De hát ez természetesen azért nem tart vissza, hogy megmutassam, mi mennyibe került. Na nézzétek csak! Szóval, ezeket vásároltuk, így itt majd mindennek szépen látni fogjátok az árát, hogy mi mennyibe kerül. Ugye hát itt azért van, nagyjából egy hétre próbáltunk bevásárolni, hát gondolom azért az kevés lesz, van benne kis felvágott, mirelit zöldségek, egy kiló csirkemell, kenyerek, a kenyerek nagyon jól néztek ki, egyébként az kimondottan tetszett, kétféle szörp, azt hiszem még pont tudtam mutatni, 7 literes víz, szénsavas víz, kis kávé, tej, ez zamasz, fűszer, paradicsom, és így fizettünk egészen pontosan 57 eurót, 57 euró 64 centet. Hát döntsétek el, hogy ez most olcsóbb vagy drágább, mint a magyar Lidl, szerintem egyébként megért egy egyhetes reggeli vacsoráért. Igazából az egyik ebédünk is ez lesz, ugye fűszeres csirkemell zöldségkeverékekkel. Ez vitán felül a legszebb apartman, amiben valaha voltam. Gyertek körbe és mutatom nektek, hogy milyen. Na szóval az apartman az pontosan a kikötő mellett fekszik, mint látjátok egy ilyen kis út vezet be ide, ott egyből a sétáló utca van éttermekkel. Itt van egy viszonylag nagy terasz. Előszoba, jár napernyő, az apartmanhoz szárító. Itt rögtön bejutunk. Előtér, konyha, nappali. Gyönyörű szépen felújított konyha, szagelszívóval, beépített hűtővel, mosogatógép, gyönyörű szép mosogatótálca. A házban meghagytak néhány részt, ahol látszanak az eredeti falak. Ugye hát a tulajdonos mondta, hogy ez a ház ez több mint 100 éves, úgyhogy ez még ilyen kőház, ez némileg érződik is rajta, néha a padló kimondottan hideg, viszont van padlófűtés, amit be lehet kapcsolni, szóval úgy kimondottan kellemes. Kis étkező, szék, tévé. A bútorok is nagyon szép, ilyen régies stílusúak, de hát valójában vadonatújak. Innen a nappaliból érkezünk a hálóba. Szép nagy ágy, természetesen itt is klíma. Kilátással a kertre. Itt is látszik az eredeti fal, nagyon szép egyébként, és igényes a kivitelezés. Még egy hatalmas szekrény, illetve egy fürdőszoba. Bidével, zuhanykabinnal, törölköző szárító radiátor. Úgyhogy nagyon-nagyon szép igényes munka. Falba süllyesztett lámpák mindenhol. Szóval szerintem bőven megérte az árát. De nem néz ki ez ilyen videókon. Ide ülök. Szép jó reggelt! Itt egyébként Nyivicében rendkívül sok apartmant ki lehet bérelni. Van körülbelül 3 vagy 4 szálloda, ezeket is mind meg fogom mutatni. Ez mind egy kézben van, szóval egy honlapon keresztül lehet őket lefoglalni. Ez az apartman, amit mi most béreltünk, ez kimondottan drágának számít itt. Ez 5 éjszakára volt 233 ezer forint. Ha jól emlékszem, viszont mint látjátok, ez itt van közvetlenül a parton, szóval ezért az árért úgy érzem, hogy ez megéri. A többi apartman 5 napra, 5 éjszakára, tehát 6 nap 5 éjszakára olyan 100-120 ezer forint körül megkapható, viszont azok följebb vannak a hegyen. Oda majd később el fogunk bringázni, és onnan is megmutatom nektek a kilátást. Nagyon szép egyébként, de hát ugye ezzel nem összehasonlítható, hogy itt most lépünk 2-t és már a tengerben vagyunk. Itt a környékünkön rendkívül sok étterem van. Az árak, mint ahogy látjátok is, szinte ugyanazok mindenhol. A grillléterek, illetve a legnépszerűbb a sevapcsicsi, ugye az a helyi specialitás, az 9 euró szinte nagyjából mindenhol. A grillételek nagyjából ilyen 10 és 25 euró között mozognak, illetve a halételek, a kagylók, rákok, stb. Azok ilyen 12 és szintén 30 euró körül mozognak.
Egyébként hozzáteszem, hogy itt ebben az alattinklő lévő étteremben ettem eddig a legjobb kagylót életemben. Nagyon sokszor voltam ezen a helyen, de a tegnapi az kimondottan kimagasló volt, és 12 eurót gond nélkül megért. Nagyon nagy adag volt, nagyon laktató, nagyon jó. Amit a mai napra terveztünk, az egy kis fürdőzés, most körülbelül 22 fokos a víz, illetve egy bringatúra. Kétféle bringát is lehet bérelni, sima, normális bringát természetesen 5 euróért óránként, illetve elektromos bringát 10 euróért óránként. Itt egyébként nem árt elektromos bringát bérelni, mert rendkívül sok az emelkedő, úgyhogy aki mondjuk nincs edzésben, annak kimondottan hasznos. Hajót is szerettünk volna bérelni, az elmúlt években egy ilyen picike kis csónakot lehetett bérelni, amit most itt láttok is a képen. Ez, hát legutolsó információ, legutolsó emlékem szerint olyan 6000 forint volt körülbelül, pár órára, ebben nem volt benne természetesen az üzemanyag, de ez most kimarad, mert ez a bérlési lehetőség megszűnt. Ehhez hasonló hajókat lehet bérelni most 200-220 euróért naponta. Viszont azt hiszem, hogy ezekhez szükség van hajóvezetői engedélyre, nem kérdeztem meg, mert ez most minket nem érint. Lehet jetskizni, amit kimondottan drágának találok egyébként, mert egy óra 100 000 forint. Mint látjátok, a tenger kristálytiszta, különböző partszakaszok vannak, ahol van apró kavics, beton, szikla, illetve van egy rész, ahol homokos a tengerpart. Itt jelenleg borzasztó hideg, szóval az, hogy itt ülök, az kimondottan fájdalmat okoz. Szinte mindenhol lassan mélyül a part, ahogy itt látszik is, nagyon messze vannak a gólyai. Aki érez indítatást, az nyugodtan be is úszhat. A ágyak a parton nagyjából olyan 20 euró körül vannak egy napra, illetve hogyha valaki ilyen baldahinos lounge-ot szeretne bérelni, az pedig 60 euró egy nap. Ezen a partszakaszon szokott lenni a kedvenc palacsintázom, viszont most éppen építenek valamit, úgyhogy az most átköltözök oda, úgyhogy menjünk és szerezünk valami palacsintát. Na hát sikerült levadászni ezeket a palacsintákat. 4 euró volt darabja, de ez igazából minden pénzt megér ez a palacsinta, mert rettentő finom. Annyi tölteléket raknak bele, amennyit szeretnél, nem spórolnak vele, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes kipróbálni, hogyha az ember itt jár. Ilyen szép helyen lehet őket megenni. Na hát szóval, ahogy itt leszáll az este, akkor beindul az élet. Ja nem, az nem ez a város. Na szóval, hogyha itt leszáll az este, akkor általában az éttermek megtelnek. Mint ahogy látjátok, van jó néhány belülük, van két nagyon jó fagyizó. Az idő kellemes, az emberek ilyenkor kiülnek, valami kis halk latin zene szól, nagyon jó hangulat, mindjárt megmutatok nektek pár éttermet, illetve beülünk egy fagyizóba is. Két euró egy gombóc, szinte mindegyik fagyizóban 2 euró, a kicsit eldugott a fagyizóban 1,80 €. Mondjuk nem spórolnak a gombóccal, tehát ezért 2 euró mégiscsak 2 euró.
Na ezt lessétek meg, hogy mit találtam. Én nagyon szeretem a gyümölcsöket, és igyekszem mindig minden újat kipróbálni, és nem is tudtam, hogy létezik ilyen apró pici görögdinnye. Hát remélem, hogy az íze is nagyon finom. Mindjárt felvágom, és ki is derül. Na hát az íze nem valami egetrengető, de 1,30 € azért megért. Finom egyébként, kicsit kevésbé édes, mint a nagyobb görögdinnye, de hát lehet, hogy csak nem is vagyok benne. Tegnap bemutattam a mi apartmanunkat, ma pedig mutatok nektek néhány szállást itt a környéken, amik szerintem szintén nagyon jók. De van itt 1, 2, 3 darab szálloda. Ezek közül ugye az Amines Veja, ami itt van mellettünk pont. Ez 5 éjszakára 380 000 forint két embernek. Illetve ami egy kicsit távolabb van, az az Amines Magal. Van itt még egy nagyon jól felszerelt kemping. A kempingekbe telepítettek mobilházakat, 689 000 forint. Illetve vannak az olcsóbb kategóriák, természetesen mint az apartmanok. Azt nagyon jó árban lehet találni. Ezek az apartmanok általában a hegytetején vannak, nagyjából egy olyan 5-600 méterre a tengertől. Mint látszik, ezek 161 000 forinton már elérhetőek, jó minősítéssel rendelkeznek, úgyhogy ezek is kitűnő választások. Most elmegyünk, beváltunk még kunát, mert maradt tavalyról. Azt itt Maniszkában a bankban meg lehet tenni. Maniszka is egy nagyon szép kis város, mindjárt mutatok róla néhány felvételt. Illetve, ha minden jól megy, akkor később még ki is tudunk feküdni a partra, ha elmennek a felhők. Rengeteg program lehetőség közül most mutatok nektek még négyet, amit itt lehet Nyivicében csinálni. Az egyik például itt a mögöttem látható jacht, amivel egy egynapos túrára lehet elmenni a környező szigetekre. Először is elmegy Krik mellé egy aranypartra, ami arról híres, hogy a sziklák ilyen aranyszínűek, és ahogy rájuk esik a fény, illetve rájuk süt a nap, azt visszaverik a vízre, és mintha a víz is aranyszínű lenne, nagyon szép. Illetve onnan elmegy Rábra, útközben útba ejt egy pici szigetet, ahol delfinek élnek, utána pedig útba ejti Thresh szigetét. Útközben természetesen felszolgálnak ebédet itt a hajó aljában, és mindez nem is drága, mert 52 € kerül fejenként, úgyhogy szerintem az teljesen kifizethető. Emellett egy nagyon szép egynapos túrán lehet részt venni. A másik pedig a képen látható üvegaljú hajó. Ez egy 2 órás túra, 15 € kerül. Itt a környező részeget járja be igazából. A búvárok néha-néha felhoznak polipokat, ilyen-olyan állatokat, megmutatják az üvegfalon keresztül. Ez is egy érdekes program, 15 € kerül, úgyhogy ez sem vészes, szerintem teljesen megéri. Aki egy kicsit kevésbé vizes élményt szerette, annak itt van a következő program lehetőség. Egy nagyon sokjukú minigolfpálya. Nagyon szép környezetben van, árnyékos. Ha valaki nagyon nem akar napon lenni, akkor ez egy tökéletes program, 5 € kerül fejenként, úgyhogy ez sem vészes egyáltalán. Hogyha pedig golfozás után az ember megéhezik, rögtön ott van egy grillbár mögötte, ahol isteni finom grillkajákat szolgálnak fel, valamint rettentő jó illat terjeng itt a golfpályán is. Itt rögtön a szállodával szemben van a 4. program lehetőség, amit most meg akartam mutatni. Egy nagyon szép igényesen kialakított teniszpálya. Mondjuk hát ahhoz egy kicsit örülnek kellene, hogy az ember napon teniszezzen, főleg, hogy 40 fok van, hát az mondjuk nem is én lennék, én inkább az esti futást részesítem előnyben, de amúgy nagyon szépen igényesen kialakított és karbantartott teniszpálya, 6 € kerül óránként, fejenként, úgyhogy ez sem drága. Na most egy kicsit izgalmasabb programot fogok mutatni, ugye nem túl nagy, de egy ilyen kis vizen lévő akadálypálya, szerintem nagyon dögös, 8 € kerül fél óra, úgyhogy teljesen kifizethető.
Na nézzük akkor, hogy mennyibe kerül Nyivicébe egy kis nyaralás, így 5 napra. Szóval volt egyszer egy 31.800 forintos üzemanyagköltség. Ez oda-vissza 1100 kilométert jelent körülbelül Budapest és Nyivice között. Volt egy 27,6 euró, tehát 27,60 € autópálya költségünk Horvátországban, ami 10.212 forint. Az apartmanunk az 225.778 forint volt 5 napra két személynek. A Lidlben bevásároltunk 94 euróért, ez volt 34.780 forint. Akkor voltunk még közértben, vettünk ilyen apróságokat, mint kenyér, zöldség, gyümölcs, meg az otthoniaknak ajándékok. Ez volt 29,40 €, vagyis 10.878 forint. Voltunk háromszor étteremben, főleg tengeri herkentyűket ettünk, kagylót, ilyesmit. Halat, ez volt 90 euró, tehát 33.300 forint. Ettünk még szinte minden nap egy vagy két alkalommal fagyit, palacsintát, valamint béreltünk ugye kerékpárt, akkor láttátok ott az ugrálóvárat, amiben voltam. Ez volt 67 euró, vagyis 24.790 forint. Ez így mindösszesen 371.538 forint 5 napra két embernek, egy ilyen gyönyörű helyen. Viszont, hogyha egy kicsit spórolósabbak lettünk volna, tehát mondjuk nem ezt a gyönyörű apartmant veszük ki, hanem fönt a hegyen mondjuk egy olyan 5-600 méterre a parttól, akkor azon gond nélkül tudtunk volna spórolni még 60.000 forintot. Hogyha nem ülünk be itt az étterembe, hanem mondjuk egy távolabb éttermet választunk, vagy egyáltalán nem választunk éttermet, akkor az úgy 33.300 forint spórolás lett volna, illetve még tudtunk volna spórolni a fagyikon, illetve a palacsintákon, hogyha nem minden nap ipari mennyiségben esszük őket, mondjuk 15.000 forintot, és akkor így lett volna 263.800 forint az itt tartózkodás 5 napra. Úgy természetesen, hogy reggel nagyon jókat ettünk, nagyon különféle felvágottakat, amik otthon nincsenek, zöldséggel, gyümölcsel, gyümölcsleveket ittunk, úgyhogy a Lidlben való bevásárlás az egy teljesen jó dolog volt. Itt az éttermeken spóroltunk volna, úgyhogy hát nagyjából ennyi, döntsétek el, hogy kinek mennyit ér meg egy ilyen nyaralás, mi nagyon jól éreztük magunkat, és természetesen jövőre is visszajövünk, mert ez egy csodálatos hely, nyugodt, békés, szép, úgyhogy itt nagyon jó ki lehet kapcsolódni. A következő videóimban elutazom Dániába, azon belül is Billundba, ez szeptemberben fog megtörténni. Októberben lesz egy római utazásom, novemberben lesz egy londoni utazásom, és november végére még tervezünk egy egyhetes Abu Dhabi-Dubai utazást, amiről szintén videót fogok készíteni. Úgyhogy ha tetszett nektek ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a videót, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!